hitem! Nem! Köszi szépen! Azt meghagyom neked meg Külvárinak. Az én hitvallásom szerint az vagy, amit csinál. Erről van szó, szerencsétlen! Otthon nyomjátok mindig a szar videójátékokat, meg lenvedeltek a hidat! Péter, add már vissza az igazolványt! De apa, de most kikényszerít rá, hogy mindenkit szabályoz? Ne foglalkozz vele, jó? Hát igyekszem. De itt van ám a pénz meg a munka, tudod, amit nagyon keresel. Ennyire biztos, hogy benne, hogy meg lesz a diplomám. Persze, Viki, rólad van szó. Ilyen szimpatikus úriember, új barátod? Én inkább úgy mondanám, hogy jelenleg én vagyok a magyar vándor. Mindig nehéz elengedni, amit szeretnénk megtartani. Tudod, pszichológus leszek. Ah, most, hogy mondod, lehet, hogy szükség lesz rá. Most el is engedlek, nem nagyobb lesz a pofára esés. Mondd, mit akartál nekem először elmesélni? Hát tudod, a fázmányon a kínai szakon van egy ilyen ösztöndi lehetőség. Lehetőség, hogy fél éve elutazik Kínába nyelvtanulásokkal, és... Amit ha nem becsülsz meg, az holnapra már mind az ördögé lesz. Hát akkor mindketten hoppon maradtunk, mi? Azt hittétek, hogy ingyen van a világ? Nem, srác. Na viszont azokat a tetveket el kéne csípni, nem? Hát tudod, én már nem foglalkozom kábítószerrel. De attól függetlenül ő azért figyel föntről minket. Szóval tegyél le valamit az asztalra a sörös korsón kívül, és bizonyítsál Vikinek, az apjának, de leginkább önmagadnak. Kézikamerát, hogy csak tudsz, valami filmes suliba jártál. Ez aztán a szuper csapat. Körülöttem mindenki a mi leszel, ha nagy leszel kérdésre keresi a választ, de te egy egészen új értelmet adsz ennek. Valamit elengedni annyit jelent, mint megváltozott körülmények közt folytatni a világ felfedezését. Azt hiszem, ezt jól felháztuk.